Frosted, a játék, ahol mész, kempelsz, lősz, gemetszet. Meg persze kérdezem, hogy még egyszer, mert nem elég. Lux. És ezeket még meg lehet csinálni, 62 millió karakter. Viszont, hogy is kezdjem az egészet? Tehát ebben a mai videóban tippeket, trükköt fogok nektek adni, hogy hogyan legyetek jobbak a játékban. És ne értsétek félre, nem mintha én olyan nagyon pró lennék, és szerintem tudok mondani, hogy 1-2 tippek nektek, hogy jobbak legyetek. Tehát az első legfontosabb dolog, az valószínűleg már mindenki, de még mindig nagyon sokan elrontják. Autóém. Ez a numbasz, retves, tetves, piros gombot jobb lent. Ne autóémelj. Egyszerűen csak ne. Tanulj meg célozni rendesen, ugyanis sokkal, de sokkal jobb leszel, mint hogyha csak az autóémet emelnéd folyamatosan. Nyilván vannak szituációk, amikor inkább autóémelj, mint céloz, de ha esetleg nem tudsz célozni, akkor mindenféleképpen tanulj meg. Ugyanis ez lesz az egyik legfontosabb, ami kellene fog a játékot. A következő az pedig inkább egy trükk. Ha esetleg nem tetszik neked az, ahogy el vannak rendezve a irányító gombok, akkor itt az Edit Controls-nál igazából át tudsz állítani mindent, te is tudsz adni mindent, ahogy te szeretnéd. Úgyhogy, ha ezt még nem tetted meg, akkor mindenféleképpen tedd meg. Ha esetleg eljutottál odáig, hogy tudsz adni gadgeteket, gíreket, star power-öket, és nem tudod azt, hogy pontosabban mi is kéne neked, akkor mindenféleképpen nézz utána, és ne vásárolj meg full random baromságokat, ugyanis nem biztos, hogy az, ami kell neked. Következő tipp az pedig az, hogy esetleg olyan karakterrel vagy, aki le tud dobni valamilyen dolgot, amivel megvédi magát, lehet szó egy gadgetről, szuperről, podról, bármiről, akkor az egy jó trükk, hogy esetleg úgy használod, hogy jaj, ne, lesebeztek, boom, és már nem is téged sebeznek, hanem őt. Ez menekülése is jó, de akár visszatámadásra is, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. A következő dolog az pedig a dodgyolás. Viszont, most figyelj ide, a dodgyolás az nem egy olyan dolog, mint egy tip vagy egy trükk. Ahhoz, hogy a dodgyolást elsajátítsd, ahhoz ugyanúgy idő kell. Viszont a dodgyolás nélkül nem lehetsz jó játékos. És nem elég az, hogy csupán jól tudsz lőni, hogyha az nem minden egyes lövésével eltalál, mivel nem tudsz dodgyolni. Viszont pontosabban mi is a dodgyolás? A dodgyolás egy olyan dolog, hogy kiszámítod azt, hogy az enemy merre fog lőni, és te az ellenkező irányba mész. Tudom, ez nagyon durván nehéznek hangzik, viszont ezért mondom azt, hogy ehhez idő kell. Sokat kell játsz ahhoz, hogy tudjad, hogy a playerek mit csinálnak ebben a helyzetben. Hova lőnének, hova mennének, és így kiszámítsd azt, hogy neked merre kell menni, hogy ne találjanak el. A dodgyolás az pici move-okból áll, mutatom is. Tehát tételezzük fel, hogy ő itt egy távolsági, aki el akar engem itt lőni. Nos, így lövöm, park, lövöm, park. Körülbelül ennyi. Akkor megmutassam. Igaz, amikor dodgyolok. Sia, ha nem, hogy ja, már egyébként. A következő dolog az pedig az, hogy tanuld meg a gadgeteket rendesen használni. Ugyanis elképesztően OP tudnak lenni, hogyha jól tudod őket használni. Itt van például Melody, akinek a gadgetje ezt csinálja, aki azt csinálja, hogy magának egy 3500-as pajzsot, és nagyon sok esetben a karakter semmire nem tudna menni enélkül. A gadgetek egy nagyon fontos szerepet játszak a játékban, szóval mindenféleképpen tanuljátok meg, hogy hogyan tudjátok őket jól használni. A következő dolog az pedig az, hogy nézzétek meg azt, hogy melyik mapra jó, melyik karakter. És rettek sok olyan mappan, ahová nem jók a karakterek. Például erre a Showdown mapra igazából minden szívesebben bevinnék, mint mondjuk egy közelharcit. De mondjuk erre a mapra már szívesebben vinnék közelharcikat, mint távolságiakat. Vannak oldalak, amik megmondják azt, hogy milyen mapra, milyen karakter jó. Általában én is onnan nézem, hogyha valami fontos van. Ez még megint egy kicsit általánosabb dolog, de minden egyes nap gyűjtsétek ki a stardropokat, ugyanis... Ugyanis megéri, de tudom, nagyon durán megéri. Igazán ugye ezt tudom mondani, a Pesszel is mindenféleképpen gyűjtsétek ki, és rettesek jutalom van rajta. A főleg akkor, hogyha megveszitek esetleg a Brawl Pass-t, ami egyébként ugyanúgy nagyon durán megéri. És ide is kapcsolódik a következő az, hogyha esetleg még nincsen meg a Brawl Pass, és bármi más szeretné venni a játékban, pénz van, nem igen, hanem pénz van, akkor előtte mindenféleképpen a Brawl Pass-t venne, ugyanis az, ami egyszerűen brutálisan megéri. A következő dolog az pedig a karakterek helyes kihasználás. Mit értek ez alatt? Tehát például azt értem, hogy ha mondjuk Dynával vagyok, akkor innen lövöm az enemit, és nem megyek ide így, hogy de megfogom, bemegyek fal mögé és pök. Hasonló a helyzet a Rikóval, ahol ki tudod használni azt, hogy nagyon, de nagyon messzire tudsz előni, vagy pedig azt, hogy le tudod pattintani a lövedékeidet. Én itt is fel tudom húzni a gadgetes dolgot, nézzétek meg, hogy mennyit számít az, hogy van gadgetem a Rikóra. A következő dolog az pedig az,
hogy tudd meg azt, hogy az összes karakter a játékban mit csinál. Itt például Spike mit tud, vagy mint hogy Leon el tud tűnni, vagy mondjuk a verépel tud ugrani. Ilyenek ugyanis nem is feltétlenül azért, mert mondjuk meg szeretnéd és használni, de nyilván azért is, de most is, hogy esetleg az amivel behozzák, akkor tudod azt, hogy mire kell számítani, hogy mit tud csinálni az adott karakter, és így nem fog téged meglepetés érni általában. Ezt akkor nagyon egyszerűen nem tudod megtenni, hogy rámész meg az adott karakter, rájössz a Tribe és a training roomba, és pályázod azt, hogy mit tud igazából. Vagy pedig itt igazából elolvaskodod azt, hogy mit tudnak a kicsikjei meg az ilyenek. Következő dolog pedig az, hogy nehogy azt hisz, hogy te karakter jó, ugye esetleg sok olyan karakter van, ami szutyogsz, esetleg sok olyan, ami rohadt jó. Mint például itt van Miku, az egyik legnoskillesebb karakter valaha, ami volt. De ezek meg itt van a Raps, amivel izzadni kell, hogy akár egyetlen gyümölt meg tud nyerni. És itt át is tudunk menni a következő dologhoz, ami az, hogy helyesen válasz karaktert a Star Route-on. Tehát például, hogyha felajánlj egy olyat, hogy a Raps vagy Feng, akkor egyértelműen a Fenget válasz is, te a Rapsot. A következő dolog az pedig nem más, mint hogy legyen egy rendszer, ahogy haladsz a pusolásban. Mint például csináld úgy, hogy először is minden karakter 100 kupa, aztán 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, így tovább, ugyanis sokkal jobb annál, mint hogy mindenkit pusolsz össze-vissza, és nincs egészben egy rendszer, úgyhogy ajánlom, hogy csináld ezt. A következő dolog az pedig az, hogyha esetleg már kifullosztál viszonylag egy karakter, akkor mindenféleképpen vedd meg rá a gadget és a Star Power-t. Mint mindenki Janet esetében is. A gadget is azt, hogyha nem lenne a gadget és a Star Power-val, semmit nem érne a Janet. Tehát ezzel a gadgettel igazából el tudom magamat lökni, és Falcon is el tudom magamat lökni, vagy meg tudom magamat védeni az Edgároktól. Itt meg sokkal gyorsabban tudok lőni. Tehát, hogy mi a szar? És ennél van egyébként sokkal OP-b is, szóval... Mint mondjuk itt Pamnél, az amúgy csóros gadget. Most már mondanék, hogy ezek csak tippek és trükkök, ezektől nem feltétlenül leszel jó. Olyan is időt kell belefektetni a játékba, hogy jó legyen. Ez nem olyan, mint például egy single player game, ahol elmondod neked egy cheat code-ot, azt beírod, és akkor már egyből a legjobb vagy az egész világon. Nem, mivel ez itt egy multiplayer játék, és ellenfelek, igazi emberek ellen játszasz, ezért sosem tudod azt, ezért sosem tudhatod, hogy ők mit csinálnak és hogy fogják csinálni. Úgyhogy mindent kellően eltanulni, ehhez idő kell, akár évek. Nem véletlen játszom már én is, hogy éve ezt a játékot lassan. Ha tetszettek ezt, hogy akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Nagyon szépen megköszönném. Remélem tudtam nektek segíteni ezekkel a tippekkel, vagy akár egy-kettő új dolgot mondani. Hogyha esetleg úgy gondoljátok, hogy most van egy barátotok, akiknek ezek úgyhogy tudnának segíteni, akkor mindenféleképpen osszátok meg bele ezt a videót. Írjátok le a komment szekcióba, hogy mit gondoltok, vagy hogy mit hagytam ki, vagy hogy mit lehetett volna még ezzel az egész kapcsolatban mondani, vagy tipp, trükkök, hasonlók. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Na de akkor, sziasztok!